Szeretettel üdvözlök mindenkit. Ebben a videóban az előző videóban vagy videóban tanult prepozíciós előjáró szerkezeteket fogjuk egy kicsit gyakorolni, mondatokba helyezve, mondatfordítás formájában. Először felírok néhány típus mondatot, és akkor ezeket fogjuk gyakorolni. Első mondatunk az lesz, hogy the dog is in the house. The dog is in the house. Írjuk alá a jelentését, a kutya a házban van. Jó, tehát az lesz a mondat, hogy the dog lesz egy alanyunk, the dog, a kutya van és hol, in the house, a házban. Tehát valami van valahol. Jó? The dog is in the house, a kutya a házban van. Utána the dog is not in the house, tagadjuk is. The dog is not in the house, a kutya, ugye, van, nem, a házban, azaz nincs a házban. A kutya nincs a házban. The dog is not in the house, ahol az is not úgy összevonható, hogy isn't. Jó? Tehát the dog is not in the house, the dog isn't in the house, a kutya nincs a házban. Jó. Kérdésben pedig, is the dog in the house? Tehát fordított szórendben, a kutya a házban van. Is the dog in the house? És rövid válasz, igen, az van, nem, az nincs. Yes, it is, or no, it isn't. That is the dog in the house? Yes, it is. No, it isn't. Igen, ott van, nem, nincs ott. Jó, a következőkben pedig ugyanezeket megnézzük többes számba. Jó, the dogs are in the house, a kutyák a házban vannak. Kutyák vannak a házban. Jó, tehát the dogs are in the house. A kutyák a házban vannak. Utána tagadva, the dogs are not in the house. A kutyák vannak nem a házban, azaz nincsenek a házban. The dogs are not in the house. The dogs are not in the house. Ahol az are not természetesen összevonható úgy, hogy aren't. Okay, aren't. The dogs aren't in the house. The dogs aren't in the house. Jó? És kérdésben, are the dogs in the house? Fordított szórendel, vannak a kutyák a házban. Are the dogs in the house? És ugye, yes they are, igen ők vannak. No they aren't, nem ők nincsenek. Yes they are, no they aren't. Igen, nem, ezek a rövid válaszok. Yes they are. No, they aren't. Oké. Okay. Így. Írjuk le. Jó, és akkor most néhány mondatot fogok diktálni, amelyeket mindenki lefordít szépen a füzetében. Tehát diktáló mondatokat hagyjunk ki sort utánuk, utána pedig megállítjuk majd a videót, megoldjuk a feladatot, újraindítjuk a videót, és ellenőrizzük a feladatot. Jó? Tehát az első. A gyerek a kertben van. A gyerek a kertben van. Második. A nagy fa a ház előtt van. A nagy fa a ház előtt van. Harmadik. A nehéz táska nincs az ágy alatt. A nehéz táska nincs az ágy alatt. Negyedik. A szép kép a falon van? Igen, ott. Tehát egy kérdés-válasz. A szép kép a falon van? Igen, ott. Jó, ez volt a negyedik. Jó, esetleg, igen, volt ismeretlen esetleg a nehéz és a könnyű. Ezt írjuk már fel. A heavy, a nehéz, ismételjük, heavy, nehéz, light, könnyű, és akkor a fal, az pedig a wall, oké? Okay? Esetleg ezek lettek ismeretlen szavak, amelyeket a korábbi videókban, korábbi alapozó videókban nem néztem meg. Jó, nézzük a továbbiakat, diktálom tovább, ez volt az első négy, most jön az ötödik. Az érdekes könyvek a polcon vannak. Az érdekes könyvek a polcon vannak. Hatodik.
Az új autók a ház mögött vannak. Az új autók a ház mögött vannak. Hetedik. A régi tollak nincsenek a táskában. A régi tollak nincsenek a táskában. Jó. Nyolcadik. A nagy lovak a kertben vannak? Nem, nincsenek ott. A nagy lovak a kertben vannak? Nem, nincsenek ott. Jó, kezdjünk el dolgozni, úgyhogy megállítjuk a videót, ha kész vagyunk, újraindítjuk és ellenőrzünk. Én pedig mondom folytatólagosan a megoldásokat. Első, a gyerek a kertben van, azt úgy mondjuk, the child is in the garden. The child is in the garden, a gyerek a kertben van. Jó? A második, a nagy fa a ház előtt van, ugye itt már bővítettem azzal, hogy nagy, a fa a ház előtt van, és csak elintettük azt, hogy nagy. The big tree is in front of the house. The big tree is in front of the house. The big tree is in front of the house. Jó? Ismételjük is közben. Harmadik. A nehéz táska nincs az ágy alatt. The heavy bag is not under the bed. Kiadtam a notot. Jó? Innen beírjuk. Jó? Tehát the heavy bag is not under the bed. Jó? Jó, itt véletlenül kimaradt a not. Így írjuk az ír után, tehát the heavy bag is not under the bed, amivel össze is vonható úgy, hogy isn't. The heavy bag isn't under the bed. Oké, megvan. Jó. A szép kép a falon van? Igen, ott. Is the nice picture on the wall? Yes, it is. Is the nice picture on the wall? Yes, it is. Is the nice picture on the wall? Yes, it is. Jó, ez volt a negyedik, az ötödik úgy szólt, hogy az érdekes könyvek a polcon vannak. The interesting books are on the shelf. The interesting books are on the shelf. The interesting books are on the shelf. Jó. Hatodik. Az új autók a ház mögött vannak. The new cars are behind the house. The new cars are behind the house. Okay. Hetedik. A régi tollak nincsenek a táskában. The old pens are not in the bag. The old pens are not in the bag. Ugye az are not az összevonható úgy, hogy aren't. The old leesett, majdnem. The old pens aren't in the bag. Okay. The old pens aren't in the bag. Jó. És akkor az utolsó, a nagy lovak a kertben vannak? Nem, nincsenek ott. Are the big horses in the garden? No, they aren't. Are the big horses in the garden? No, they aren't. Are the big horses in the garden? No, they aren't. Jó. Nincs több. Remélem, mindenkinek hasznos volt ez a kis gyakorlás. Köszönöm szépen a figyelmet.